Holnap ilyenkor, még Samaria kapujában vagyunk, és nem az új Jeruzsálemben. Itt Ben-Hadád serege körülvesz, és támad az ellen. Mi zárjuk kapuink, hogy be ne jöhessen. De ő nem megy el, kint vár, ki akar éheztetni. Legszívesebben az ígét venné el, a lelki kenyeret, hogy ne legyen nekünk, mivel táplálkozni. Ha mást nem tehet, hát elveszi sokszor az időnket. Megszaporítja dolgunk s a mindennapi teendőnket. Nagyon jó volna, ha mindünk felismerné őtet. Célja megszorítni, kifosztani és erőtlenné tenni. Kőfalainkat, kapunkat teljesen lerontni, és végül bejönni, minket megkötözni. Mi éhen tántorgunk, sokszor egymást esszük. Kint az ellen neved, vigad, mi észre se vesszük, pedig időnket már aranysíklusba méregessük. Nincs idő imára, igeolvasásra, s az odaszánásra. Sok időnk megyen el haszontalan másra, mely sokszor nem válik a lelkünk javára. De ha észrevesszük, hogy már kiéheztünk végleg, ne nyissuk kaputkat mégsem ki az ellenségnek. Kiáltsunk bátran a királyhoz, adjon segítséget. Ezt az Úr szava fogja követni a proféciákban. Csak borúj naponta térdre, buzgó hő imában, csendesen merülj el az ige olvasásban. Nézd meg, biztat az Úr, hogy holnap ilyenkor Samaria kapujáról az ellenség elvonul, és holnap ilyenkor a lelked boldogul, és ha megérted ezt, hogy nem ma, holnap lesz az, ha hittel várod a dicső holnapot, mert az beteljesedik mind, mert az ige igaz. Egy újat ad az Úr, megígérte nekünk az új Jeruzsálemet, ellenségtől mentes boldog örök életünket, ahol minden jóval betölti megkínzott lelkünket. Ha nem akarunk úgy járni, mint a hitetlen főember, ma higgyünk az Úr szavának, mert holnap, mint tenger, betelik mind, elhalmoz és ellát égi eledellel. Tehát higgyük el ma az ígért boldog holnapot. Isten valóra váltja e drága várva várt napot, ha Samaria kapuján kimegyünk az új Jeruzsálembe holnap ilyenkor, sok áldást vehetünk. Amen.